Lányi Péter szekszárdi születésű zongoraművész volt. Bár munkája gyakran elszólította más városokba, mindvégig szekszárdi maradt egészen 2017-ben bekövetkezett haláláig. Tisztelői létrehozták a Lányi Péter alapítványt. Az emlékmű közadakozásból készült el. Fusz György, szobrászművész, jó kapcsolatot ápolt Lányi Péterrel, akit kiváló embernek, nagyszerű művésznek ismert, ugyanakkor kiemelte zárkozottságát. Hogy most mennyire nyitja meg a barátságot, én úgy éreztem, hogy megvagyunk, de azért volt egy ilyen nagyon jó távolság. Ezért is volt talán nehéz egy picikét elsőre, és én kérdeztem nagyon sokakat, hogy mit gondolnak, és hogy tudjam ezt formailag megközelíteni, mert igazából itt az volt a lényeg, hogy valahogy formailag kellett megközelíteni itt őt, és ezért gondolom ez a zárt tömeg, ennek a bizonyos megnyitása, a titkok, hogy be lehet tekinteni kicsit egy ilyen zárt emberi művész életbe, ez az, amit szerettem volna itt. Lányi Péter ötlete hívta életre a Muslinca kórust, melynek alapítója volt és a lelke. Az előzőekben a polgármester úrral együtt lelepleztük Fusz György Ferenci díjas szobrászművész a Zongora művész című Lányi Péter szellemét, szellemiségét megidéző művét, alkotását. Nekem Péter egy művéről kell beszélnem, a szekszárdi Muslinca kórusról. Vállalom a kijelentésem, miszerint a Muslinca kórus Péternek a műve volt, és az még a mai napig is, ahogyan az előzőekben hallható is volt, hiszen létezünk, próbálunk, fellépéseket vállalunk, közösséget alkotunk, és élvezzük egymás társaságát, mind a mai napig. A Carrarai márványból készült emlékmű méltó társaságba került Liszt Ferenc mellszobra mellé.